Tegnap tartották Magyarországon is az Európai Uniós választásokat. A magyar pártok 21 mandátumon osztoztak a 2024-es európai parlamenti választások eredményei alapján. A Fidesz-KDNP 11, a Tisza párt 7, a Demokratikus Koalíció 2, míg a Mi Hazánk 1 képviselőt küldhet az Európai Parlamentbe. Bár az EP választás végleges eredményére még várni kell néhány hetet, a képviselői listák alapján bejutott az európai döntéshozásba a kárpátaljai jelölt Ferenc Viktória is, aki a magyar kormánypártok színeiben képviseli majd a magyar közösséget. A Fidesz-KDNP döntésének köszönhetően a Vajdaságnak is lesz ismét EP képviselője, Vicsek Anna Mária személyében, aki a kormánypárt listáján a Ferenci Viktóriát követő 8. helyen szerepelt. Az NHK japán hírügynökség azt állítja, hogy Ukrajna és Japán aktívan véglegesíti a háború utáni újjáépítés terén való együttműködésről szóló megállapodás szövegét, amelyet a közeljövőben kell aláírni. A dokumentum Japán alkotmányos sajátosságai miatt el fog térni az országunkban megszokott kétoldalú biztonsági egyezményektől. A védelmi szempontok helyett a gazdasági szempontokra fog összpontosítani, és az ukrán infrastruktúra helyreállítását segítő intézkedéseket fogja tartalmazni. A megállapodások 10 éves időszakra vonatkoznak. A finn védelmi erők közölték, hogy az Ukrajnának nyújtandó katonai segélyek fejlesztés alatt álló termékeket is tartalmaznak. Ezt a finn védelmi erők katonai gazdasági főosztályának vezetője Mikko Häiskänen altábornagy jelentette be. A finn felszerelés felhasználásával kapcsolatos visszajelzések pozitívak voltak, emelte ki a katonai tisztviselő az STT ügynökségnek adott interjújában, hozzátéve, hogy az Ukrajnában szerzett tapasztalatok hasznosak lesznek a legújabb finn katonai technikai fejlesztéshez. Häiskänen megjegyezte, hogy a védelmi erők által a finn vállalatok számára készített termelési tartalékokat Ukrajna támogatására aktiválhatják. Szerinte ehhez politikai akarat és többletfinanszírozás kell. Észtország további 400 ezer eurót biztosít az ukrán energiatámogatási alapnak. Az összes szponzor hozzájárulásának teljes összege több mint 495 millió euró. A hírt az ukrán energetikai minisztérium közölte. Ezt követően Észtország teljes hozzájárulása az ukrán energiatámogatási alaphoz 450 ezer euró lesz. Ugyanakkor az összes szponzor hozzájárulásának összege meghaladja a 495 millió eurót, írja a tárca. Ukrajna energiarendszere nehéz időszakon megy keresztül, ezért nagyon értékes számunkra a partnereink segítsége energetikai létesítményeink helyreállításához, emelte ki Herman Haluschenko, ukrán energiaügyi miniszter. Hozzátette, hogy a teljes körű invázió kezdete óta Észtország 15 szállítmányt adott át Ukrajnának humanitárius energiasegélyből. Az ukrán energiatámogatási alapot 2022 tavaszán hozták létre. Az elmúlt hetekben Ausztrália, Nagy-Britannia, Ausztria, Svédország, Dánia és Izland járult hozzá, vagy jelentette ki hozzájárulási szándékát. Több palesztin civilt is megöltek szombaton az izraeli különleges erők 4 túsz kiszabadítása közben Gáza középső részén. A civil áldozatok magas száma nemzetközi felháborodást váltott ki. Josep Borrell, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, mészárlásnak és vérfürdőnek nevezte a történteket. A mentőakció volt Izrael legnagyobb ilyen jellegű hadművelete a háborúban. A gázai egészségügyi minisztérium szerint legkevesebb 274 ember meghalt, 698-an pedig megsebesültek Izrael szombati légi csapásaiban, a gázai övezetben található Nuseirat menekült táborban. Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök azt mondta, hogy a rajtaütés azt bizonyítja, hogy Izrael nem adja meg magát a terrorizmusnak. Az akció nemzetközi vízhangja ennél árnyaltabb. A gázai jelentések több segélyszervezet és diplomata felháborodását is kiváltották. Az ENSZ humanitárius ügyekért felelős főtitkár helyettese Martin Griffiths az X-en azt írta, hogy a Nuseirati menekülttábor az epicentruma annak a szeizmikus traumának, amelyet a gázai civilek továbbra is elszenvednek. A földön heverő, széttépet holttestek látványa arra emlékeztet minket, hogy Gázában sehol sincsenek biztonságban az emberek. Joe Biden amerikai elnök üdvözölte a 4-20 visszatérését, de hozzátette, hogy folytatódnak az erőfeszítések a háború leállítását és a Gázában fogvatartott személyek hazatérését biztosító megállapodások megkötésére.
A mai napig 90 ország és szervezet jelezte részvételét a svájci Ukrajna konferenciára, amely megnyithatja az utat a béke megteremtése előtt, jelentette be hétfőn a svájci kormány. Oroszországot nem hívták meg a rendezvényre, de Moszkva azt bejelentette, hogy nem is akar részt venni a csúcs találkozón, mert fölösleges időpocsékolásnak tartja. A svájci kormány ugyanakkor kijelentette, hogy álláspontja szerint Oroszországnak is részt kell vennie a béke folyamatban. A csúcs találkozón Kína sem vesz részt. A közlemény szerint a június 15-ére és 16-ára tervezett Ukrajna konferenciának az a célja, hogy a résztvevők közösen határozzanak meg útmutatást arra vonatkozóan, hogy hogyan vonják be Ukrajnát és Oroszországot egy jövőbeli béke folyamatba. Svájc januárban vállalta el Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök kérésére, hogy a csúcs találkozó házigazdája lesz. A tárgyalásokon a nukleáris biztonság, az élelmiszerbiztonság, a hajózás szabadsága, valamint humanitárius témák, köztük a hadifoglyok kérdése is szóba kerül a tervek szerint, mondta el Ignacio Cassis, svájci külügyminiszter. Viola Amherd, svájci államfő a napokban kijelentette, hogy a csúcs találkozóval elsősorban platformot akarnak teremteni a párbeszédnek, és ebben az első lépés, hogy megvitatják, hogyan lehetne békét teremteni Ukrajnában, és a jövőben Oroszországgal is szeretnének tárgyalóasztalhoz ülni. Petro Csernik katonai szakértő szerint Oroszország jelenleg nem rendelkezik azzal a tartalékkal, hogy a front több szakaszán egyszerre hajtson végre áttörést jelentő műveleteket. Ebben a pillanatban komoly áttöréses műveletekhez nincsenek orosz tartalékok, legalábbis a hadosztály mélységéig, ami legfeljebb 15 kilométer. Májusban abszolút rekordot döntöttek a személyi állomány megsemmisítésében, csak nem 39 ezer. Ez valójában nagyon nagy szám. Szeretném emlékeztetni, hogy az afganisztáni háborúban a Szovjetunió mindössze 15 ezer főt veszített 10 év alatt, emelte ki Petro Csernik. A katonai szakértő megjegyezte, hogy jelenleg Oroszország a havi 30-32 ezer fős veszteségeit újítja meg, és annak ellenére, hogy Oroszországnak még mindig komoly mozgósítási forrása van, a Kreml hezitál a teljes mozgósításról szóló döntés meghozatalával kapcsolatban. Ahhoz, hogy összehozzák a bejelentett 300 ezres erőforrást, 40-50 ezerrel kell növelniük a számukat. A holland kormány 400 millió eurót utal át egy svéd alapnak Ukrajna számára gyalogsági harcjárművek gyártására, közölte Kajsa Ollongren holland védelmi miniszter. A harcjárművek gyártása főként Hollandiában valósul meg. A holland NOS műsorszolgáltató viszont arról számol be, hogy Amsterdam együttműködést keres más európai országokkal és a holland védelmi iparral. A hírek szerint Hollandia együttműködik Dániával és Svédországgal a CV-90-es gyalogsági harcjárművek legyártásában Ukrajna számára. Dánia már korábban beleegyezett a svédekkel való együttműködésbe. Növelni kell az európai termelési kapacitást Ukrajna és saját magunk számára is, emelte ki Ollongren. Majd hozzátette, hogy a közeljövőben Németországban is elindul a Patriot rakéták európai összeszerelősora, amelyben Hollandia is részt vesz. Ollongren azt is elmondta, hogy a holland kormány akciótervet dolgoz ki a védelmi ipar bővítésére az országban. Többek között 54 millió eurót fektetnek be a holland fegyveres erők drónjainak fejlesztésébe, és 25 millió eurót tartanak fenn a védelmi piacon működő vállalkozások számára. Az állandó jelleggel külföldön élő katonaköteles személyek nem léphetik át a határt. Június 1-e óta a határőrség korlátozta Ukrajna elhagyásának jogát azoknak a férfiaknak, akiknek az útlevelében benne volt az állandó külföldi lakóhelyre távozást igazoló pecsét, illetve akiket az ukrán diplomáciai képviselet bélyegzője szerint ott vettek nyilvántartásba. A jogszabályi változások miatt ezek a férfiak kikerültek a katonai nyilvántartásból törölt személyek kategóriájából, így már nincs jogalapjuk a határátlépésre, és katonai nyilvántartásba kell vétetniük magukat. A jogszabályok ezen belül a hadkötelezettségről és a katonai szolgálatról szóló törvény módosításával összhangban az idéglenesen vagy állandóan külföldön tartózkodó ukrán állampolgárokat törölték a katonai nyilvántartásból való kivonás hatálya alá eső személyek listájáról. A törvényi változások értelmében ők katonakötelesek, ezért a hadi állapot ideje alatt nem utazhatnak külföldre.
Az állami határőrszolgálat arra is emlékeztet, hogy Ukrajna állampolgárai, akik ezzel együtt más államok állampolgárai is, nem léphetik át a határt a külföldi útlevelük alapján. Őket kizárólag Ukrajna állampolgáraiként kezelik. Також останнім часом задають багато питань щодо виїзду з України, чому не випускають осіб. Az утобі időben az emberek szintén sok kérdést tesznek fel az Ukrajnából való kilépéssel kapcsolatban. Miért nem hagyhatják el Ukrajnát a kettős állampolgársággal rendelkezők? Először is, ha az ukrán állampolgár külföldre utazik, de egy másik állam állampolgárságával is rendelkezik, akkor őt Ukrajna állampolgárának tekintjük, nem tekintjük őt külföldinek. Ennek megfelelően, ha megállapítást nyer, hogy az illető személy egy másik ország útlevelét használja, miközben a sajátjával is rendelkezik, akkor olyan személyi azonosítót használ, amely nem szerepel az államhatár átlépésére jogosító okmányok listáján. Ennek értelmében nem lépheti át a határt ilyen dokumentummal, azaz egy másik ország okmányával. Magyarország kormánya a háború kitörése óta nyújt humanitárius támogatást a bajba jutott Ukrajnának. A segítségnyújtás egy percre sem állt le. Ennek ékes bizonyítéka, hogy a mai nap folyamán egy 11 éves ukrán kisfiút szállítanak át a Kárpátaljai megyei gyermekkórházból a budapesti Heimpál gyermekgyógyászati intézetbe. A Herszon megyéből származó Iván még május 11-én a nagypapájával legeltette a kecskéket, mikor az egyik állat rálépett egy aknára. A robbanás hatására a kis Iván lábába rengeteg repesz került, és a sípcsontján nyíltörést szenvedett. Julia Hrisina parlamenti képviselő kezdeményezésére Magyarország külgazdasági és külügyminisztériuma megtette a megfelelő lépéseket ahhoz, hogy a gyerek további kezelését Magyarországon végezzék, ahol kiszedik a megmaradt három repesz darabot a lábából, amit egy hosszas rehabilitáció is követ majd. Természetesen a mai úgymondván akció, ez egy nagyon fontos dolog volt. Egy ukrán gyermeket, akinek volt egy repes sérülése, a Heimpál kórházba szállítottuk. Közös erőkkel lett ez végig csinálva. A magyarországi külügyi és gazdasági minisztérium, az ukrán parlamentnek a képviselő Julia Grishina és a megyei gyermekkórház együttműködése kellett ahhoz, hogy egy olyan gyermeket tudjunk a Heimpál kórházba szállítani, akinek több repesz van a lábába, és további kezelést igényel. Természetesen az első segélyt és az első ellátást megkapta itten Ukrajnába, de ha a rehabilitációt, a pszichológiai támogatást, mivel hogy már látni, hogy a gyermeket megviselte maga az, hogy több éven át éjjel a szirének hangjára ébred, és a gyereknek az volt a megnyilvánulása, hogy ő itt olyan jó kipihente magát nálunk ezt a három napot, amit volt a gyerekkórházban, hogy nem szóltak a szirének, nem volt bombariadó, és én úgy gondolom, hogy ezt folytatni kell, mivel hogy több olyan gyermek igényli azt a kezelést, amit Magyarországon tovább tudnánk elvégezni, és az együttműködés elkezdődik, remélem, hogy folytatni is fogjuk. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesületnél kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy tagcsaládjaik számára olyan kikapcsolódási és közösségi élményeket biztosító programokat szervezzenek, amelyek által a családok még jobban összebarátkozhatnak. Ezen elvek mentén tartottak KMNE pikniket a Beregardói hegyalja Levendula mezőn, ahová mintegy 20 család érkezett. Fontos, hogy ezekben a nehéz napokban is örömet tudjunk csempészni az életükbe, és lehetőséget teremteni arra, hogy megbeszéljük közös problémáinkat, mondta a KMNE alelnöke, Szilágyi Tóth Gabriella. Rengeteg programmal készülünk a nagycsaládosoknak, de egy június elején, ami nem a mi programunk, mert Habcsuk Gergőék szokták felajánlani nekünk ezt a lehetőséget, mi pedig örömmel elfogadjuk, hogy eljöhetünk ide a Levendula mezőbe. A családok
ilyenkor összeszedelőzködnek, kicsit együtt vannak, piknikelnek, látom, hogy így az anyukák élvezik a fotózkodást a lányaikkal, apukák el vannak a kisebb babákkal, kicsit kint vannak a természetben, élvezik a jó időt, kézműveskednek, és így a levendula közelébe szerintem ez egy nagyon jó lehetőség. Most úgy mindannyiunk egy nehéz időszakban van, úgy a nagy családosok is, és látom, hogy nem csak az anyukák élvezik ezeket az alkalmakat, hanem az apukák is örömmel eljönnek, és értékelik ezt az időt, amit együtt tölthetnek a családdal. Jó ezt látni. Az idegenvezető szerepét Habcsuk Gergely vállalta, aki a Perényi Kultúrkúria gondnoka, valamint egyben a Levendula mező társtulajdonosa. A levendula nem csak a látványával nyugtatja a szervezetet, de számos jótékony hatása is van. Többek között ezekbe kaptak betekintést a résztvevők. A levendulának több összetett hatása van. Az egyik maga az a környezet, mikor ilyen levendula mezőre kijön az ember, egy kicsit átszellemül, egy kicsit megnyugszik, és szerintem a mai helyzetben ez ugyanúgy kell gyerekeknek, felnőtteknek. Felhasználjuk illóolaj lepálásban, aztán sebkezelésre is használják a levendula illóolaját, készítünk belőle mi is többfajta terméket, szappanokat, illatgyertyát, ami ugyanúgy, ha hazavisszük a szobában és meggyújtjuk, vagy egy kád vízbe csepegtetjük, ugyanazt a nyugtató hatást érjük el vele, mint kinn a mezőn. A levendulából nagyon sok mindent lehet készíteni, Gergő itt elmondta nekünk azt is, hogy mennyire jótékony hatású. De pontosan miket is tudunk készíteni a levendulából, miket készítetek ti itt Ardóban? Hát igazából mi mindent kipróbáltunk már, lehet mondani, amit csak a levendulából ember készíthet. Tényleg az ízletestől, a dekoratívig nagyon-nagyon sok mindent. A legismertebb, hogy a levendulának jó illata van, és azért vásároljuk meg. Ugye itt van illatzsák formájában. Ez ugye nem csak szép, hanem hogyha hazaviszi valaki az otthonába, akkor akár 3 évig is megtarthatja az illatát, és ugye ami kevésbé ismert itt nálunk még, bár kezd egyre jobban kialakulni az a tudat, hogy a levendulát el is lehet fogyasztani, illetve különböző italokat vagy ételeket lehet belőle készíteni. Ezek a levendula szőrpjeink. Például itt van ez az epres, eper és levendula szőrp. Van erdei gyümölcs levendulával, ez a sötétebb színű szeder levendula és szőlő levendula. Konyhai felhasználású termékeink is vannak, például ez a fűszersó. Itt termesztünk fűszernövényeket, a levendulán kívül egyéb gyógynövényekkel még. Van itt 2 kis kosárkánk a bejáratnál, akár kinézheti, hogy hogyan is kell ezeket gondozni, metszeni, illetve hogyan teremnek, hogyan néznek ki. És szárított formában ebben jelenleg 7 darab fűszernövény van, illetve még só, bors, húsokat lehet vele pácolni. Ez is inkább ez a morzsolt levendula is konyhai felhasználású, hogyha megőröli valaki, akkor kekszekbe is bele lehet sütni, és benne lesz az íze. Illetve, hogyha már a gasztronómia, akkor mutatom ezt is. Ez egy szójaszósz, szintén a fűszernövényeinkkel, van ugyanilyen csomagolásban balzsamecet a fűszernövényeinkkel és fűszerolaj. Ugye ezeket is ételekre lehet tenni, pácolni velük, vagy saláta öntetnek lehet használni. Most itt vannak a Kálmenéből a gyerekek is, velük miket fogtok készíteni, vagy mik lesznek azok, amik a levendulához köthetőek? Velük illatosítót fogunk készíteni, itt van egy félkész, ezt egy kislány itt hagyta nekem, hogy most elszaladt játszani és majd befejezi. Ugye így néz ki, így szallaggal kell szövögetni a levendula szárak között, a virág belőre kerül, ezzel elérjük azt, hogy az illat megmaradjon nagyon hosszú ideig, és be tudjuk tenni ruha közé, nem fog hullani. A levendulás piknik nem csak arra adott lehetőséget, hogy meghallgassák egymás problémáit, de arra is, hogy a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete még erősebb és összetartóbb lehessen. A
A Novák Endre Kárpátaljai Megyei Klinikai Kórház nagyszabású együttműködési szerződést írt alá a lengyelországi Lublini Stefan Kardinál Wyszyński megyei szakkórházzal. A két egészségügyi intézmény közösen egy határokon átnyúló együttműködési projektet valósít meg, amelyet uniós támogatásból finanszíroznak. A pályázati pénzből mindkét kórház a hibrid kardiovaszkuláris műtétekhez elengedhetetlen angiográfiás rendszereket vásárol. Kórházunk számára ez óriási lehetőség, mivel szakembereink már 25 évvel ezelőtt is végeztek angiográfiás műtéteket, viszont a berendezés meghibásodása miatt már 20 éve kénytelenek voltunk szüneteltetni az említett eljárást. Néhány éve finn támogatással sikerült egy mobil berendezéshez jutnunk, így ismét végzünk kardiovaszkuláris műtéteket. A korszerű berendezés visszavonza azokat a korábban nálunk dolgozó szakembereket, akik most az ország más kórházaiban műtenek. Fontos megemlíteni, hogy a szív- és érrendszeri megbetegedések műtését egynapos, vagyis minimális invazív sebészeti beavatkozásként végzik, amihez elengedhetetlen az angiográfiás berendezés. Az említett projektnek köszönhetően a megyei kórház felújíthatja a laboratóriumi és diagnosztikai eszköztárát, és az új korszerű berendezések segítségével hatékonyabban és gyorsabban elvégezhetők a vizsgálatok. Megyénkben aktívan fejlődnek a magánlaboratóriumok, látjuk, milyen jelentős bevételhez jutnak azokat a szolgáltatásokat nyújtva, amit a kórházi diagnosztikai központban nem végeznek. De most ennek a 400 000 eurós berendezésnek a segítségével jelentősen emeltük a szolgáltatásaink színvonalát. Az együttműködés részeként mindkét kórház egészségügyi személyzetének ismereteit és készségeit is fejleszteni kívánják. A Stefan Kardinál Wyszyński kórháznak van mit megosztania, hiszen Lengyelország egyik legnagyobb egészségügyi intézménye, amely 69 területen nyújt ellátást. A kárpátaljai orvosok pedig az orosz fegyveres támadások áldozatainak, köztük a harci sérülteknek a kezelésével kapcsolatos tapasztalataikat osztják meg külföldi kollégáikkal. Pierwszego pacjenta operowaliśmy właśnie po ranach postrzałowych. Óriási élmény és nagy kihívás volt orvosaink számára, amikor az első lőttsebeket szenvedett beteget operáltuk. Néhány orvos még Lengyelországban sem szokott ilyen sérüléseket látni. Az is fontos, hogy az orvosi személyzet kész együttműködni, tanulni és új tapasztalatokat szerezni. Készen állunk az új kihívásokra, új típusú szolgáltatásokra, új közös projektekre. A korszerű berendezések, az orvosok közötti tapasztalatcsere és a konferenciák mind-mind a megyei egészségügy ellátásának javítását célozzák. A projekt 18 hónapig tart, és 2025. novemberében fejeződik be.